a fél időben. A mezőkörnek szerencséje is volt, hiszen hibáztunk, nagyon sok labdát eladtunk, nem gyorsan a trából, igazából a helyzeket csak kihasználták, és ezért megezték a legjobbatásokat. Azért megértem a tűzletet. Éreztetek-e azt esetleg, hogy nehogy is csak tudtuk kapni a tavalyi adót, csak benne volt, hogy nem érzik az egyébként? Nem éreztem úgy, hiszen egy mérkőzés 60 percig tartott. Szerintem az is bizonyítja, hogy a másik fél időt 5. percig, hogy olyan szóval, hogy kettőt kaptunk. Mert szóval lehet, hogy talán a mi csapatunk jó, de elkaptak a mezőkvárosnak, hiszen nagyon szépen. Mi volt vélemények szerint a legnagyobb tanulságban, hogy találkozunk? Az, hogy a mérkőzés elején számít, ez a dekoncentráltság és ezek a hullámvölgyeket mindig el kell kerülni a jövőben, hiszen ugye a Bajnokok Ligájában nagyon fontos mérkőzések várnak ránk, jövő hét ugye a Big Szeged érkezik hozzánk, és ez